Georg, fiam. Bebújok egy külön nekem rendszeresített börtönbe, amelyet annál nehezebb elviselni, mint hogy rajtam kívül senkinek eszébe sem jutna azt állítani róla, hogy börtön. A fogság szervezetét tekintve megegyezik a napi átlag élettel. Minden azt a látszatot kelt, hogy szilárd, megbízható, miközben az egész nem egyéb, mint egy lift, melyben szakadékba zuhanunk. A szakadékot persze nem látjuk. A morajlást azonban már most is hallhatjuk, ha behunjuk a szemünket. Elviselhetetlenül sötét van itt. Meglehetősen sötét. Az ablakot is becsuktad? Jobb, szeretem így. De hiszen jó meleg van kint. Tulajdonképpen csak azt akartam mondani neked, hogy mégis megírtam Pétervárra az eljegyzésemet. Pétervárra? A barátomnak. Hiszen tudod, a minap egyszer megkérdezted, miért állítom azt, hogy félek tőled. Mint rendesen ezúttal sem tudtam, mit feleljek. Részint éppen tőled féltem ben. Részint meg azért, mert a félelmet sokkal több körülmény indokolja sem, hogy akár félig meddig összefoglalhatnám. Ha summázod rólam ítéletedet, kiderül, hogy bár határozott becstelenséget és gonoszságot nem vett szememre, de hidegséggel, idegenséggel, hálátlansággal vádolsz. És pedig mindezt úgy vetett szememre, mintha én egyetlen fordulattal más irányba terelhettem volna az egészet, míg te a legcsekélyebb hibát sem követted el, ha csak azt nem, hogy túlságosan jó voltál hozzá. A barátod. Tudod, apám, először nem akartam neki megírni az eljegyzésemet. Csak tapintatból, igazán nem volt más okom. Gondoltam, máshonnan is értesülhet róla, bár ez az ő magányos életmódja mellett alig ha valószínű. És most meggondoltad magad? Igen, meggondoltam. Mielőtt azonban feladom a levelet, meg akartam neked mondani. Hallgass ide, te bejöttél hozzám ezzel a dologgal, és ez becsületedre válik. De semmit sem ér, sőt, a semminél is rosszabb, ha most nem mondod meg nekem a teljes igazságot. Én nem akarok felhánytorgatni olyan dolgot, ami most nem tartozik ide. A te drága anyád halála óta történt itt néhány nem nagyon szép dolog. Majd erre is sor kerül, és talán korábban, mint gondolnám. Én nekem az üzletben egy és más elkerüli a figyelmemet, a memóriám is kihagy, a szemem sem olyan éles, hogy mindent megláson. Ami kisanyácskánk halála engem sokkal jobban lesújtott, mint én. De most térjünk vissza erre a dologra, erre a levélre. Nagyon szépen kérlek, Georg, ne csapj be, semmiség az egész szóra se érdemesen. Ne csapj be. Valóban van neked barátod Pétervárot? Adjuk most a barátaimat. Talán te is emlékszel rá. Egyszer egy éjjel folyton vízért nyöszörögtem. Nyilván nem azért, mert szomjas voltam, hanem valószínűleg részint, hogy bosszancsalak, részint a magam szórakoztatására. Miután egy párszor erősen megfenyegettél, és ez nem használt, kiemeltél az ágyamból, kivittél a folyosóra, és ott hagytál. Hadd áldogáljak ott egy darabig ingben egyedül zárt ajtó előtt. Nem mondom, hogy helytelenül jártál el. Akkor talán valóban nem állíthattad helyre másképp az éjszakai nyugalma, csak nevelési eszközeidet akarom jellemezni, és az, hogy miként hatottak rám. Akkoriban ezek után feltehetően engedelmes voltam, de lélekben kárt hallottam. Még évek múlva is szenvedést okozott az a gyötrelmes gondolat, hogy apám, ez az óriás, a legfelsőbb hatóság, szinte minden ok nélkül odajöhetett, kivihetett az ágyamból a folyosóra. Tehát, hogy ennyire semmibe sem lett. Nem kíméled magad eléggé, pedig az üzletben nekem nélkülözhetetlen vagy, ezt tudod jól. De ha az üzlet az egészségedet veszélyezteti, holnap örökre bezárom. Új életmódot kell bevezetnünk számodra.
Itt ülsz a sötétben, pedig a nappali szobában jó világos van. Csak csipegett a reggeliből, ahelyett, hogy rendesen táplálkoznál. Orvostivatok, és az utasításait betartjuk. Szobát cserélünk. Te átköltözöl az előső szobába, én pedig ide. Semmin sem kell változtatni, mindent átviszek veled. De mindez ráér. Feküdj le most szépen egy kicsit. Nyugalomra van szükséged, gyere. Segítek levetkőzni. Vagy mindjárt átmennél az előső szobába, bebújhatnál az ágyamba. Egyébként ez okos dolog volt. Georg, neked nincs is barátod Pétervárot. Mindig nagy tréfa mester voltál velem, szemben sem tűrtőztetted magad. Hát hogyan lenne neked most éppen ott barát? Nem is akarom elhinni. Gondolj csak vissza, apám. Nem sokára 3 éve lesz, hogy a barátom nálunk volt látogatóban. Te nem nagyon kedvelted őt, legalább 2-szer letagadtam előtted, pedig éppen a szobámban ült. Aztán mégis milyen jól elbeszélgettél vele. Még büszke is voltam rá, hogy kérdezgeted, bólogatsz, válaszolsz. Gondolj vissza, emlékezned kell rá. Jól be vagyok most takarva? Látom, már jól is érzed magad. Jól be vagyok takarva? Nyugodj meg, jól be vagy takarva. Nem! Be akartál takarni, ugye? Te jó madár, be akartál takarni. Csak hogy engem még nem kell betakarni, és ha fogytán is az erőm, veled még elbírok, ahhoz elég, talán még sok is. Persze, hogy ismertem a barátodat, és ha ő volna a fiam, benne kedvem telnék, és te éppen azért állultad el hosszú éveken át. Mi másért különben? Azért zárkóztál be az irodádba, hogy megírt hamis leveleidet Oroszországba? A főnök úr dolgozik, senki se zavarja. Csak hogy az apát nem kell megtanítani arra, hogy keresztül lásson a fiam. És amikor a drága látós fiam már azt hitte, hogy letepert, hogy rám ülhet a hátsó részével, hogy meg sem moccanhassak, elhatározza, hogy megnősül. Mert emelgette a szoknyáját, így emelgette, az az utálatos liba, meg így, meg úgy. Megkörnyékezted, és hogy zavartalanul kélhesd a vágyaidat, elárultad az édesanyád emlékét, elárultad a barátodat, és az apádat ágyba dugtad, hogy meg sem mozzanhasson, de meg tud mozdulni. Ha én a hozzád fűző különösen szerencsétlen viszonyomban önálló akarok lenni, valami olyat kell tennem, aminek lehetőleg semmi köze sincs hozzád. Sám bár a házasság a legnagyobb dolog és a legbecsületesebb önállóságot adja, ugyanakkor a legszorosabb kapcsolatban van veled. Ha ebből ki akarok bonyolódni, valami tévai félét érzek. És szinte minden kísérletemnek ez a büntetése. Így, ahogy mi vagyunk. A házasságot az zárja el előlem, hogy ez épp a te legsajátabb területed. Néha magam elé képzelem kiterítve a föld térképét, és téged, amint keresztbe fekszel rajta. És ilyenkor úgy érzem, mintha életem számára csak azok a vidékek jöhetnének számításba, amelyeket nem fedsz be, vagy amelyek nincsenek birodalmadon belül. És ilyen vidék a te nagyságodról alkotott elképzelésemnek megfelelően nagyon kevés van, és azok sem nagyon vigasztalók. Anyácskád átadta nekem minden erejét. A barátoddal pompás szövetséget kötöttem, az üzlet feleid itt vannak a zsebemben. Karolj bele a mennyasszonyodba, és támadj rám, úgy elsöpröm mellőled, hogy mire észreveszed, már ott sincs. Istenem, milyen jól mulattam, amikor betoppantál ide, és megkérdezted, hogy írje levelet a barátodnak az eljösszésemről. Minden tud. Ostoba fiú, minden tud, én írtam meg neki, mert elfelejtetted elvenni az író készletemet. Ezért nem láttad már évek óta, mert mindent 100-szor jobban tud, mint te. Olvasatlanul gyűri össze a leveleidet a bal kezében, míg közben a jobb kezében az enyémet olvasom. Mindent 1000-szer jobban tud.
10000-szer. Évekig lestem a pillanatot, amikor bejössz ide a kérdéseddel. Évekig, évekig. Azt hiszed, érdekelt bármi más? Azt hiszed, olvastam újságot? Nézd ide. Mennyi ideig tétováztál, amíg beértél anyáskádnak? Meg kellett halnia, nem érte meg ezt az örömnapot. A barátod elpusztul Oroszországban, hiszen már 3 éve is elviselhetetlenül sápat volt. Én pedig... Nézd rám, milyen állapotban vagyok. Van szemed a látásra? Szóval meglestél. Ezt valószínűleg előbb akartad mondani. Most már egyáltalán nem vág ide. Furcsa tévedés, ha azt hiszed, hogy én sohasem engedelmeskedtem neked. Ellenkezőleg. Ha kevésbé engedelmeskedem, sokkal elégedettebb lettél volna velem. Egyetlen fogás elől sem tértem ki. Így, ahogy vagyok, a te nevelésed és az én engedelmességem eredménye vagyok. Igaz, hogy talán egyszer sem ütöttél meg komolyan, de a kiabálásod, az arcod elvörösödése, a nadrágszíd gyors leoldása és készenlétbe helyezése a széktámlán szinte rosszabb volt nekem. Olyan ez, mintha valakire akasztás vár. Ha valóban felakasztják, akkor meghal. És mindennek vége. Azonban végig kell élni az akasztás minden előkészületét, és csak akkor kap kegyelmet, mikor a hurok már az arc előtt leng. Egész életében megszenvedheti a dolgot. Azon kívül abban a sok alkalomból, amikor szerinted verést érdemeltem volna, de kegyességet folytán épp hogy csak elkerültem, rengeteg bűntudat halmozódott fel bennem. Tetőtől talpig adósoddá váltam. Most tudod tehát, mi van még rajtad kívül. Ártatlan gyermek voltál, de ördögi ember vagy. Ezért tudd meg, én téged halálra ítéllek. Lehet, hogy álmatlanságom mögött rettentő halálfélelem rejtőzik. Lehet, hogy csak azért nem tudok már régóta elaludni, mert félek, hogy az ítélet túl gyorsan beteljesedik. De az is lehet, hogy maga az álmatlanság a bűn. Lázadás az ellen, ami természetes.